Lovas, a Balaton felvidéki község örökre beírta magát a történelem könyvekbe. 1952-ben egy véletlennek köszönhetően a Lovas külterületén található bányából finom, vöröses por és hatalmas csontok kerültek elő. Európában egyedülálló módon csak itt található őskori festékbánya, a világon ehhez hasonló régészeti lelőhely csak Afrikában van. Hát Lovason az a különlegessége, hogy gyakorlatilag itt a paleolitikum, tehát a kőkorszak végén járunk időben, ami azt jelenti, hogy tanulmányaink szerint, hogyha visszagondolunk, akkor itt az emberek még halásztak, vadásztak és gyűjtögettek. Tehát a mindennapjaikat az élelem megszerzésével töltik. Tehát nincs előképe annak, előzménye ennek a bányászásnak. Nagy jelentőségűek az előkerült csontleletek is. 142 emberi kéz által pattintással, csiszolással megmunkált állati jávorszarvas, kőszáli kecske, vaddisznó és daru csontot találtak a régészek. A szénizotópos vizsgálat eredményét követően kiderült az is, hogy 11.750 éves a leletanyag. Kezdetben ezt sokkal korábbra tették a régészek, 45.000 és 35.000 év közé, a megtalált csontok mérete alapján. Jelen pillanatban ugye látjuk az eszközön is, hogy elszíneződött ezáltal. És hogy mire is használták az eszközökkel kibányászott festéket 11.750 évvel ezelőtt? Legfőképpen temetkezési rituálékhoz, hiszen a piros szín emlékeztethette őket a vér színére, amely tulajdonképpen az élet színe. Felhasználták a varázslásra, hogy hatékonyabb legyen a vadász fegyverük, hatékonyabban tudják elejteni a vadakat, vagy beszélhetünk arról, amikor természeti népeket megfigyelték, hogy összekeverték a vörös porfestéket vízzel, a testüket bekenték vele, és akkor a mindenféle szúros rovar nem piszkálta őket. Nem titkolt cél, hogy az őskori festékbányát háborítatlanul megőrizzék az utókornak. A bánya Lovas külterületén szabadon látogatható.